jár, én a magyar hírszerzést ügyelem föl, és a dokumentumokban elsősorban norvég alappal kapcsolatos kritikám, véleményem és kezdeményezéseim okán kaptam ilyen kitüntető szerepet és figyelmet. Én inkább azt tartom érdekesnek, ugye mi is kaptunk megbízást a miniszterelnök úrtól és a nemzetbiztonsági kabinettől arra, hogy hírszerzési szempontból azt értékeljük, hogy Berlinben és Brüsszelben a dokumentumok föltételezése alapján Soros György Magyarország lejáratására vagy a Magyarországgal kapcsolatos ottani álláspontok befolyásolására mit tudott elérni. Azért az nagyon érdekes dolog, amikor a norvég alappal kapcsolatos vita zajlott, magam sem gondoltam volna, hogy a Soros György által támogatott, alapított és működtetett szervezeteknek mekkora befolyása van. Arra például, hogy az Európai Bizottság a norvég alap működésével kapcsolatban mit mondjon és mit tegyen. Ez a dokumentum sor arról szól a munkatársaim és a mi értelmezésünkben, hogy igenis a Soros szervezetek az Európai Bizottság döntési mechanizmusát érdemben tudják befolyásolni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egy Magyarországgal kapcsolatos jelentésbe bele tudnak írni. Tehát szöveg szerinti jelentés, javaslatok, szöveg szerinti mondatok kerülnek át Soros György munkatársaitól az Európai Bizottság dokumentumaiban. Tehát itt közvetlen befolyás érvényesül. Én azt gondolom, ezt érdemes tényleg elnie, vagy legalábbis ismernie a kormányzatnak. Hogy itt van Magyarországon ez nemzetbiztonsági kockázat elhárítási szempontból jelent, hogy nem, a belügyminiszter úrnak kell értékelni. Én annyit tudok mondani, hogy akik Soros György pénzéből dolgoznak Brüsszelben vagy Berlinben, azok több alkalommal el tudták azt érni, hogy az Európai Bizottság dokumentumaira belekerült olyan mondat, ami a Soros szervezetek javaslata volt az Európai Bizottság tisztviselői számára. És sokszor úgy valósul meg, hogy Soros György munkatársai bekerülnek az Európai Bizottságba munkavállalóként. Csak egy példát mondok meg. Nagyon sok olyan ember dolgozik az Európai Bizottságban, aki korábban a Soros szervezetben dolgozott, és okkapta a fizetését. Tehát személyi összetöttetések is vannak. De az, amikor például egy-egy biztosi kabinetben készül egy Magyarországról szóló irat, akkor annak van nyoma, hogy Soros György munkatársai a maguk véleményét ezt hozzáírják. És időnként egy-egyre kerülnek át mondatok Magyarországról. Tehát nem a szakértelem diktál, nem szakértők diktálnak, hanem speciális szempontok.